elmélkedések a szizanyáról, mint az irgalmasság anyjáról. Szent Bernát szerint Mária telve van minden kegyelemmel és irgalmassággal, mert ő az irgalmasság anyja és mindenkinek mindene. Nagy szereteténél fogva ő egyaránt adósa igazaknak és bűnösöknek, mivel mindenkinek megnyitja kincses házát, melyet Isten rábízott, hogy mindenkit részesíthessen az ő bőségében. Nem kell tehát egyetlen bűnösnek sem félnie attól, hogy Mária eltaszítja magától, ha hozzámenekül, hiszen ő épp azokat óhatja különös oltalmába venni, akik a legjobban rászorulnak Isten irgalmára. Szent Gertrúd egy napon a boldogságos szüzet széles palásban látta, mely alatt mindenféle vadállat, oroszlánok, medvék, tigrisek húzottak meg, és látta, hogy Mária nem csak nem kergette el magától, hanem szeretettel simogatta őket. Ebből megismerte a szent, hogy Mária még a legelvadultabb bűnösöket sem taszítja el, ha hozzá menekülnek, és mindent megpróbál, hogy megmentse őket az örök haláltól. Szent Péter mondja, hogy az ördög körül jár keresvén, kit nyeljen el. Ám hozzátehetjük, hogy Mária is körül jár keresvén, kinek a lelkét keltheti még életre anyai irgalmasságával, hogy megmentse őt az örök üdvösségre. Tanítja ezt nekünk Liguri Szent Alfonz a Szűz Mária Dicsősége című művében. És hozzáfűzhetjük még a példabeszédek könyvének Máriára értelmezett szavait: aki engem megtalál, életet talál, és üdvöt nyer az Úrtól.